Az észak-magyarországi régió fővárosában folytatjuk kirándulásunkat. Miskolc és környéke meghatározó építészeti alkotásai között barangolhatunk, az Avasi kilátótól a Diósgyőri váron át, az újmassai őskohón keresztül a kollektív házig. Idegenvezetőnk Golda János, Prima, Ebel és Pro Architektúra díjas építész, vezetőtervező, aki több évtizeden át dolgozott a megyében. Én elsősorban a szépség rejtekeit vagy titkait próbálom körüljárni, mert ugye ennek a konferenciának az a címe, hogy Magyarország szép. És erről nekem az jutott eszembe az a kérdés, hogy vajon Miskolc is szép, mert életem legfontosabb, vagy egyik legfontosabb 20 évét Miskolcon töltöttem. Úgyhogy mindenképpen szembe kellett nézem ezzel a kérdéssel. És a előrelegzett válaszom az, hogy nagyon szép. Akkor kezdjük rögtön a közepével, a villanyrendőrrel. Ugye Miskolc abszolút középpontja, az origó, a találkozási hely, emberek és események találkozási pontja, a hegy és a síkság metszés pontja. És akkor itt, amikor mi oda mentünk a 70-es évek végén, akkor még állt ez az emblematikus lebegő rendőrbódé ég és föld között, ahonnan mindent lehetett látni. Maga az utca eszméletlenül forgalmas volt, hömpölgött rajta a tömeg, villamosok, autóbuszok, teherautók, gépkocsik, néha lovasfogatok is. De az volt az érdekes, hogy egy kicsit olyan volt, mint egy kulissza, mögötte falu, és nem messze onnan az erdő következett. Aztán, amikor aktívan elkezdtünk dolgozni a 80-as években, akkor hirtelen kiürült ez az utca. Megépítette a város a két elkerülő forgalmi utat, az északit meg a délit, elég komoly áldozatok árán, városépítészeti áldozatok árán is, és az utcából sétáló utca lett, a tömeg eltűnt, és az épületeket elkezdték felújítani. Annyira izgalmas volt ez az egész térbeli szituáció, hogy elkezdtünk ezen mindannyian ott levők fiatal építészek gondolkodni, hogy hogy van ez a térben, ez az egész érdekes térbeli szituáció Miskolcon. Ugye a színvonal mélyen belevágta magát a Bükk keleti lábába, és létrehozott egy olyan kultúrvölgyet, amelyeket már évezredek óta lakik az ember, rengeteg nyomot hagyva, míg nem azután ennek az egész hegységnek a keleti előretolt bástyáján, az Avashegyen, amelyik a síkság peremén, mint egy ilyen látóhegy jelenik meg, ott azon a környéken elkezdődött az igazi várostörténet. Ma persze, hogyha felülről rátekintünk, akkor ilyen szétterülő, hatalmas Nagy Miskolcot látunk, a síkság peremén hosszan kanyargó Sajó folyóval, ott a jobb oldalon, mellette a vasútvonallal, amelyik délről megkerüli a Bükköt, és aztán itt ágazik el Észak-Kassa és Kelet-Tokaj-Nyíregyháza és az Alföld felé, és a város, amelyik sok kisebb településnek az egyesülésével jött létre. De vissza egy picit az időben, amikor oda mentünk a 70-es években, akkor igazából dübörgött az úgynevezett acélváros projekt. Ugye akkor ki volt tűzve a cél, hogy az össznemzeti beruházási termék 20%-át ide irányítva itt valósuljon meg egy olyan nehézipari központ ebben a völgyben, és konkrétan Miskolcon is, amelyik aztán húzni fogja az egész országot. Ez azért nem volt annyira vonzó program nekünk, a fiatal egyetemistáknak, úgyhogy egy picit egy ilyen alternatív gondolatban menekültünk, létrehoztunk egy közösséget még az egyetemen, és az volt a célunk, hogy ha nem is a világot, de ezt a várost próbáljuk meg megváltani, és próbáljunk meg egy élhető, egy humánus, egy jó várost építeni együtt. Ehhez a programhoz pontosabban lakást ajánlott a város, hihetetlen módon, elképesztő módon. Nagyon kellett nekik a sok fiatal mérnök és építész, és mi pedig megkértük, hogy legyen ez a lakóház olyan, amilyet mi elképzelünk. Úgyhogy pályázat után Bodonyi Csaba tervei alapján elkészült, megtervezte és elkészült a Miskolci Kollektív Ház, aminek itt látjuk az axiomatikus ábráját. Az akkor
kurrens, nagypaneles építési technológiával, de ezeket a nagypaneleket egy kicsit másképp összerakva hozta létre Csaba, és aztán mi is ezt az új épületet. Bocsánat, most... Nem tudom. Jó, oké, bocsánat. Eredetileg az Avas déli lejtőjén, tehát azon a bizonyos kiesés gyönyörű Avashegyen, annak a déli lejtőjén szerettük volna, hogy felépüljön a házunk. Ez azonban különböző okok miatt nem sikerült. Végül is a Miskolc és Diósgyőr közötti vasgyár ipartelepével szemben egy lakótelepen tízemeletes panelházaknak a közepén épült meg. Úgy nézett ki, mint egy óvoda újkorában, de a környék lakói csak keltetőnek csúfolták. A hosszú, egymás fölött két szinten 54 méter hosszan elnyúló folyosó egyik oldalán voltak a kislakások saját kerttel, a másik oldalon pedig a közösségi kertek és terek sora. Ebben a képen látható nagy térben együtt volt a nappali, az étkező, a konyha, a játszóház, a műhely, a műterem, a könyvtár és a vendégtér, és ebben a térben éltük azokat az éveket a ház első, mondjuk 10 évében, ami igazán emlékezetes volt. Itt rengeteg esemény zajlott, koncerteket, kiállításokat szerveztünk, fesztiválok voltak, rengeteg vendéget hívtunk folyamatosan, de az igazi nagy élmény az tulajdonképpen nem ez volt, hanem az, hogy egymás előtt zajlott az életünk drámai módon, ami egy mai funkcionális, elidegenedett világban ritka adomány. Persze maga az épület közel volt a kohászat és a vasgyár terület. Ez néhány száz méterre velünk szemben volt a hatalmas gyártelep, ahol öntődék, hengerdék, kovács műhelyek, üzemek, a kombinált acélmű sorakozott egymás mellett, és abban az időben 20 ezer embernek adott munkát. És hát az az igazság, hogy nagyon közel voltunk, ezért éjszakánként láttuk a csapolásoknak az égre cikázó villámfényét, és éreztük is az akkor felcsapó kénes bűznek az erőteljes szagát. Ez volt a Bükk felőli ipartelep világa, ahol laktunk. Dolgozni viszont a keleti oldalra jártunk, hát a másik ipartelepre, ahol az Északtervnek az ötszintes modern irodaháza állt, ugyanis ilyen új típusú irodaházakban működtették az államosított praxist az 50-es évektől, amerikai és szovjet mintára kicsit, és hát ugye ezeknek a egymás fölött sorakozó nagy 80-100 fős nagyterű irodáknak, ahol együtt éltek építészek és mérnökök, ezeknek ugye az volt a feladata, hogy ezt a nagyipari tervgyártást, ezzel a nagyipari tervgyártással tudja követni a beruházásoknak a hihetetlenül felturbózott ütemét. Közben persze gondolkodtunk, és néztük a régi térképeket, és néztük a környezetünket, és elkezdtük látni, hogy itt azért a szürke szmog és a por alatt valami nagyon nagy kincs rejlik. Ugye itt a középkori Miskolcnak a helyszínrajzát látjuk az Avassal és a Színvavölgyel, és sokáig, mivel ugye mondtam, hogy az egyik ipartelepről a másikra villamosoztunk naponta reggel és este, észre se vettük, hogy milyen fantasztikus kincs
fölött mozgunk, és milyen fantasztikus városban élünk tulajdonképpen az Avas lábánál, ahol tulajdonképpen 6-7 évszázad óta fenntartható módon hihetetlen harmóniában élt és fejlődött egy város, egy sokkal korábbi és régebbi, több száz, több ezer éves múlt értékeire támaszkodva. És akkor elkezdtünk gondolkodni ezen a múlton. Ugye világos, hogy az Avas az egy ilyen különleges, kultikus, majdnem szakrális helye a városnak, mint mondtam, a Bükk előretolt keleti bástyája a Síkság peremén. Úgyhogy itt kezdődött hosszú, őskori, ókori, honfoglaláskori előtörténet után a város igazi középkori története, amikor is a 14. században Nagy Lajos magyar-lengyel personál uniója idején, mint gondolom, mint a felvidék előretolt bástyája, szabadkirályi rangot és jogot kapott a város, polgárai elkezdtek gazdagodni, és rögtön hatalmas és reprezentatív templom építésébe fogtak a Avas oldalában. Ez a templom egy háromhajós, gyönyörű gótikus csarnok templom két formájában épült meg toronnyal, ami hát méltón jellemezte, vagy jelképezte a 14. századi gazdagodó városnak a presztízsét. Azonban jött a török hódoltság, ugyan itt idáig nem ért el így fizikailag, de kikicsaptak az oszmán seregek, csapatok, úgyhogy a 1540-es években egy komolyabb hadjárat keretében elpusztították a város nagy részét, a templomot fölgyújtották, a boltozatok, gótikus boltozatok beszakadtak, az épület sokáig fedetlenül romosodott, míg nem néhány évtizeddel később nem igazi ácsok, hanem valamilyen társszakma, hajóépítők vagy bognárok segítségével újra fették, megerősítették a nyilván meggyöngült pillérkötegeket, ilyen bunfordi körbefalazással, amit a képen látszik, és az egyébként szép, sík famennyezet fölött egy nagyon különleges szerkesztésű ács szerkezettel fették le a templomot, zsindelyfedéssel, amit most az elmúlt évtizedben rekonstruáltak, és meg lehet tekinteni. Nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Magát a gótikus tornyot nem építették akkor vissza, nem sokkal később, a 19. században építettek egy nagyon masszív, nagyon szép, nagyon hangulatos, talán erdélyi stílusú különálló harangtornyot, amiben most harangjáték is működik, érdemes meghallgatni. A templom körül az Avas oldalában fekszik az ősi temető, ahonnan a régi, régi miskolci családok kriptáival és sírjaival, ahonnan rá lehet látni magára a városra is, és egy picit erre a múltra, erre a nagyon izgalmas és nagyon érdekes múltra is. És innen indulnak azok a girbe-gurba utcáskák az Avas oldalában, a pincesoroknak az utcái, amik aztán a későbbi évszázadokban jelentőségre tettek szert. A 17.-18. században betelepülő új, több irányból betelepülő új polgárok előbb-utóbb felfedezték a lehetőségeket, és elkezdtek a tokai borral kereskedni. A tokai bort felvásárolták, ezek sok görög, meg mindenféle egyéb nemzetiségű, meg magyar, meg német kereskedő családok, meg arisztokrata családok is voltak. Elkezdtek a tokai borral kereskedni, és az Avas oldalába többszintes pincéket vágtak, pinceházakat építettek, és aztán jó pénzért adták el őket északon Lengyelországban, vagy nyugaton, Ausztriában, Németországban. Aztán ez az egész világ, ez a pincesorok világa az Avas oldalába a 19. századra komplett ilyen vigalmi negyeddé gazdagodott, változott, ahol folyamatos volt a muzsika szó, vidám társaságok kerülgették egymást, és állítólag Krúdy azt mondta egy éjszakai mulatozás végén, hogy Miskolc az az egyetlen hely, ahova még éjfélkor is érdemes elindulni
vonattal Pestről. Mi, amikor a 70-es évek végén oda költöztünk, akkor még az utolsó pillanatát kaptuk el ennek a varázslatos világnak, mert utána szép lassan kiürült, mint annyi minden más, a lovasi pince sörök világa is, az enyészetnek adta át a helyét, és ma, mint hát fontos műemlék együttes, keresi a továbbélésnek a nehéz rögös útját. De igazából még mindig nem tudtuk megfejteni, hogy hogy van ez a város, hogy miért van az, hogy például ma is őrzi a középkori városkapuknak a nevét, ugye Szentpéteri kapu, Zsolcai kapu, Mindszenti kapu, Győri kapu. Miért van az, hogy például a század elején, a 20. század elején Pecsparti Párizsnak hívták egyes művészek. És miért van az, hogy ezt a fantasztikus térbeli kincset nem sikerült átmenteni? Például a sötét kapu. Ugye a déli országút a középkorban az Bükköt és az Avast megkerülve innen lépett be a középkori városba, a Színva északi oldalára, és ez a sötét kapu a belváros közepén ma is érintetlenül megvan, és tulajdonképpen minden részletében őrzi évszázadok titkát. Maga a főutca, ugye a 18.-19. században egyre több kereskedő gazdagodott, megtelepült be a városba, és benépesítették a főutcát, palottákat, lakóházakat, bérházakat építettek rajta, villamosvonalat épített a város a főutcán, színházat, majd fogunk róla beszélni, színházat épített, bankházak, áruházak, szállodák épültek a főutcán, úgyhogy egy nagyvárosi élet csírái kezdtek kibontakozni az egyutcás város keretei között. És aztán Kolozsvár után másodikként az 1810-es évek elején, tehát tulajdonképpen a reformkor elején épült meg az első kőszínház, ennek a színháznak az elődje, amit azután egy nagyobbal akartak sokáig fölváltani. Végül is a szabadságharc után, az 1850-es években sikerült befejezni az épületet bizonyos Cassano József olasz építőmester tervei szerint. Egyébként zárójelben érdemes megjegyezni, hogy Hill József elől vitte el a tervezési munkát annak idején, és akkor a 1857-ben akkora durranás volt az épület átadása, hogy maga Ferenc József császár Miskolcra utazott az átadó ünnepségekre. És egy építészeti részlet és titok, hogy ugye a középkori vonalakat, a színva vonalát őrző főutca finom hajlataiból kilépő klasszicista épület rizalit, a színháznak ez a középső épület rizalitja, egy olyan fontos építészeti elem, egy titok, amit nagyon nehéz tulajdonképpen utánozni, és az ilyen igazán sok emléket őrző építészeti részleteket csak az idő tud megérlelni. Aztán a 80-as években, amikor ott dolgoztunk, akkor Bodonyi Csaba tervezésében, és a város tulajdonképpen fejlesztette a színházat, és tulajdonképpen az egész tömböt egy nagy színházi tömbé alakították, és ezzel építettek kamaraszínházat, szabadtéri játszóhelyet, színészlakásokat, sok minden egyebet, klubot, meg felújították magát a színházat, a klasszicista színházat is. Nagyon klassz, nagyon a városban nagyon finoman beszövődő együttest hoztak létre, ami tulajdonképpen megalapozta a Miskolci Nemzeti Színház legújabb reneszánszát, ami most az elmúlt évtizedekben gyümölcsözik. Persze az igazság, hogy azért Miskolcnak változatlanul a környezete a legnagyobb erénye, a fantasztikus táj, ahogy beágyazódik a
Szinvapatak völgyébe, a bükkfensík, a patakok, az oldalvölgyek, a kisvasút, a garadna, és sok minden egyéb, és ahogy aztán nyugat felé, vagy kelet felé így kitárulkozik az Alföldre, a Sajó völgye felé. Hogyha viszont a másik irányba indulunk el, a nyugatra föl a bükk, a Szinva völgyében, akkor a kohászati, vasgyári területeket elhagyva az első nagy meglepetés az maga Diósgyőr és a Diósgyőri vár. A Diósgyőri vár is óriási történettel rendelkezik, régóta erődítették, földvár volt itt, palánkvár, minden egyéb. A lényeg az, hogy itt is Nagy Lajos idején, tehát a 14. században indult el az igazi fejlődés, amikor a lengyel-magyar közös királyság idején Nagy Lajos komoly szerepet szánt ennek a várnak. Valószínűleg nem annyira a védelmi, mint inkább üdülési, üdülési céllal. Úgyhogy tulajdonképpen a feleségének ajánlotta a gyönyörű táj miatt, és így lett ez tulajdonképpen hosszú évszázadokra a mindenkori királynéknak a vára. Az 1970-es években, a 70-es években lezajlott egy ilyen purista műemléki rekonstrukciója a várnak, Ferenczi Károly építész, műemlékes építész vezetésével, és az akkori felújítás lehetővé tette funkcionálisan a vár nagyon sokrétű használatát, fesztiválokat, meg minden egyebet tudtak benne rendezni sokáig. Most legutóbb pedig a 2010-es években egy másfajta szemlélettel, egy visszaépítő hozzáállással részben visszaépítették a vár hiányzó formáját, a belső udvart, visszaépítették eredeti állapotában az Európa legnagyobb lovagtermét és a királyi kápolnát is. És így ez azért nagyon reprezentatív, vonzó pontja lett a város és a bükk kapcsolatának. Sőt, mellette létrejött egy úgynevezett lovagi tornák tere, kiegészítésképpen, ami a turizmust még jobban tudja szolgálni és segíteni. Ha tovább megyünk a Szinva völgyében, egy kanyar és egy sziklaszoros után hirtelen eláll a lélegzetünk, mert a Hámorító partjára érünk, és a Hámorító partján egy szűk völgyben áll a lilafüredi palota szálló, a maga fantasztikus neoreneszánsz épület együttesével, amelyik eredetileg Lux Kálmán tervei szerint épült, és Horthy Miklós kormányzati üdülőnek építette tulajdonképpen az 1920-as években. A táj tényleg magáért beszél. Előtte függőkertek, mesterséges vízesés, a Hámorító. Tehát olyan együttest hozott létre, ami tényleg a legkényesebb igényeket is ki tudta elégíteni. De beszéljünk magáról a Hámorítóról. Ugye, bocsánat, nem. Majd még beszélünk a Hámorítóról, most csak két másik nagyon fontos ilyen együttes jutott még eszembe. Az egyik egy szomszéd bükkvölgyben fekvő Miskolctapolcai barlangfürdő, hő- és gyógyfordás együttese, amelyik szintén nagyon fontos tájépítészeti eleme Miskolcnak. Szintén Bodonyi Csaba munkája, a fejlesztés, de látjuk ott Zsuffa Andrásnak az emblematikus vasbeton kagylóhéj szerkezetét is, ami a modern magyar építészet jobbik arcának az üzenete. És a másik, Miskolc, Tapolca és az Abas között a Nehézipari Egyetemi Campus, amit az 1850-es években terveztek és építettek, a Körmöcbányai Egyetem Trianonból Sopronba telepített nehézipari szárnyának a Miskolcra települése okán. És akkor vissza a Hámorítóhoz. Van egy nagyon fontos ember, úgy hívták, hogy Fazola Henrik és a felesége Karl Tekla, aki Mária Terézia
idején a Szegri érsek meghívására Olaszországból Egerbe költözött, híres német, Würzburgból jött egyébként, Fazola Henrik, híres vasműves mesterember volt, művészi szinten készített kovácsoltvas díszítéket, és az akkor épülő megyeháza, Egri megyeházának a kovácsoltvas díszítéseit készítette vele az érsek, és aztán meggazdagodva ezeken a munkákon és letelepedve a Bükkben elkezdett vasércet keresni, és létrehozta az első vaskohót a Garadna-patak völgyében. És aztán kiderült, hogy a bükki vasérc gyenge minőségű, tönkrement, fiatalon meghalt, de a fiát, Fazola Frigyest már Körmöcbányán tanítatta, és ő modernizálta a Garadnai völgyet, létrehozta az első magyarországi nagyolvasztót, ezt a ma újmasai őskohónak nevezett fantasztikus, rusztikus, építészetileg is kisugárzó építményt, ahol vasat olvasztottak, és a felduzzasztott, hámorító vízi energiáját felhasználva a völgyet teletelepítették vasverő hámorokkal. Aztán ezen a nyomon elinduló miskolci nehézipar egy picit késve, de a 19. század végére, a 20. század elejére utolérte a közép-európai és nyugat-európai színvonalat. Fantasztikus fejlesztéseket hajtottak végre, hogy aztán Trianon és a szocializmus idejének stagnálása után rossz döntések és hibás minták követése után felelőtlen alapon a 90-es években kipusztuljon. Pedig az emberekben és a tájban hihetetlen tudást és értéket halmozott fel ez a nehézipar Miskolcon. Például az egyik a kolóniák világa, ami az 19. század végén a korabeli világszínvonalon hozott létre kertvárosi életformát, a maga míves, racionális és magas színvonalú építészeti kialakításával. De sajnos nem csak a újkori értékek mentek veszendőbe Miskolcon, mint például a főutca mögötti zselérközös telepítések világa, vagy a lavasi pincesorok, hanem a vasiparnak ezek a felbecsülhetetlen értékei is. És az újkor új jelképe az avasi kilátó lett, az 1960-as években Hoffer Miklós tanár úr, nekem tanár úr volt, tervei alapján épült, emblematikus hadszögletű formájával a város fölött ennek az új, jövőbe mutató városnak a jelképévé, egyértelmű formai jelképévé vált. Persze az avassal nehezen tud elszámolni a város. Ugye a 70-es években épült be ez a manhattani lakótelep, ami eltüntette a hegy, a Szent Hegynek, az avasnak a morfológiáját, és sokan sokféleképpen próbáltak ebből visszajönni, vagy visszahozni ebből valamit. Például a 90-es években a jezsuitáknak volt egy heroikus vállalkozása, amikor fönn a lakótelep közepén Ferenc István tervei alapján letelepültek, és Ferenc István tervezett nekik egy ilyen a múltból építkező, a múltat újraépítő térszövetet templommal, iskolával, rendházzal, minden egyébbel. És olyan úgy viselkedik az egész a gerinc tapolcára néző oldalán, mintha nem szakadt volna meg Miskolcon az idő. És ugyanezt a herőkös küzdelmet folytatja Pazár Béla is, aki egy kicsit lejjebb, de szintén az avasi lakótelepen néhány évvel ezelőtt épített egy nagyon szép református gyülekezeti központot. Úgyhogy befejezésül annyit, hogy a miskolci kollektív háznak a homlokzatát befutotta ugyan már a repkény, de változatlanul Miskolc szépségeiről álmodik. Köszönöm.